Carmen, kicsi Carmen, hallgass rám, és megduplázhatod a pénzed. Ez egy tuti befektetés. Filippo, remélem tudod, hogy engem nem verhetsz át. Még mindig fogadásokat kötsz, mi? Ugyan már! De igen, mert ha félretetted volna a pénzedet, már lakást tudtál volna venni belőle. Ugyan ne már! Miféle lakást? Akkor most játszunk valamit. Te nem segítesz? Én meg szétkürtölöm, hogy Mirabile lánya vagy. Ide hallgass, nem szeretem, ha ezzel a dologgal viccelődsz. Az én anyám tisztességes asszony, 25 évig dolgozott titkárnőként Mirabile mellett, és soha nem volt rá panasz. Ahogy rám sincs. Tessék, doktor Mirabile. Már is megyek. Bravo, szaladj apádhoz, hivatott. Apuci, jövök. Hogy te mekkora marha vagy, kérnék? Figyelj, én nem akarlak kihasználni téged, vagy szerinted én az a haszonleső típus vagyok? Szerintem nagyon is az vagy. Ez a véleményed rendben, de hát végül is miről beszélünk? Ne csináld már, ez nem egy akkora nagy összeg, vagy szerinted ez egy nagy összeg? Hát... Rendben, bízd rám, de megkérlek, ne terjeszd fűnek fának azt, hogy Mirabile az apám. Ugyan már, honnan veszed, hogy én terjesztem? Ez az egész csak egy vicc volt. És legyél egy kicsit kedvesebb hozzám. Én mindig kedves vagyok hozzád, szépségem. Írd a számlámhoz, Francesco, a kisasszony az én vendégem. Nem úszod meg egy önkiszolgálóval, rendes vacsorát akarok. Jó, de figyelj csak, Carmen, ülj le oda, én meg beszélek Giovannival. Hello, egy perc is. Egyedül, tessék. Igen, Carmen. Filippo, keresnek. Ó, kapcsolod a szobámból, légy szíves. Jó. Doktor Mirabile, egy pillanat, aggodalomra semmi ok, most már tényleg minden rendben. Lehet, hogy hozzászoktattatok a jóhoz. Neked meg, Giovanni, ne legyen már mindig ilyen fancsali képed. Nagyon fontos szereped van itt. Miért nincs rajtad formaruha? Bizalmat kell ébresztened az ügyfelekben, mosolyog! Ház, Dr. Enrico Minitti, Via Donizetti, T22. Igen, igen. Hagyd már ezt a fancsali képet, rendben? Na hát! Ki volt az? Ezt nevezem korrektnek. Egy régi ügyfél telefonált, aki újra felvette a kapcsolatot az egyik tagunkkal, és most fizetni szeretne az irodának. Ki az, Aurora Minardi? Igen, északi hölgy. És mit akart? Fizetni akar. Ide fog jönni? Igen, csak előbb beugrik hozzá, hogy meglepje. Kihez? Enrico Minitti! Külön köszönet illeti a rendezvény szponzorai. Például Icci Pizzeria, 100 féle pizza, változatos ízekkel. Egy pizza és a hozzáválasztott üdítő mindössze 7 euró. Pipító húsból. Ló, marha és birkahús, máj, hurka... Ez meg miféle cucc rajtad, ha? Nem tetszem. Mindez a pipító húsból. Hát azt nem mondtam. Giovannit láttad? Nem. Mi az árfolyamunk? Úgy tudom, 950. Menj is fogadj. Ó, köszi. Visszanyerem neked. Meglátod, komolyan. Köszi. Indulj, menj! Menj már! Nagy menet lesz a mai. Ki az esélyes? Assodi Bastoni, 1650. És a motorétta istáló mit kostál? 950-et. Akkor 3000-et teszek. A motorétta istáló. Eddig úgy tűnik, hogy idén sem talál legyőző. Milyen nincs ez? Fogott ki a motorétta istáló pilótája, hiszen változatlanul ő a sereghajtó. Halló? Te vagy az, Giovanni? Hogy micsoda? Filippo, húzd bele! Lépj oda neki! Beszélnem kell Filippóval. Majd a futam végén. De most kell. De most nem ér rá. Add már ide. Na, engedd már el. Filippo! Igen? Van egy kis gond. Mi? Most hívott Giovanni, és szerintem megint kavar valamit. Kicsoda, Giovanni? Hogy tetszik? Mit keresünk mi itt? Ez folyton arról panaszkodsz, hogy soha nem viszlek sehová. Tessék, itt a lehetőség, használjuk ki. Mivel eteted a kutyát? Csokival. Hey, nem szabad! Elrontja a gyomrát. Mit csinálsz? Itt van. Nem igaz. 20 000 euró. Azt mondom neked. Húzd bele. Mulasd el mindent. Hát majd meglátjuk. Azt már nem. Mostantól minden szigorú ellenőrzés alá vonok. Micsoda, legalább 1000 eurót adj, kérlek szépen. Ezred, az csak 5%-a a 20 000-nek. Hát ilyen nincsen. Mi vagy te, bankigazgató? Hogy így vigyázz? Gyerünk már, lóg az esőlába, és a kicsi is éhes. Már megint éhes? Hát persze. Olcsóbb lett volna, ha hajóval megyünk Porto Cervóba. Filippo, ne fárasz még te is, nem elég, hogy egész nap rugdos a kicsi. Azután meg segítened kell, mert ma nálunk vacsorázik Signor Mirabile, tudod? Szép kilátások. Mamma mia. Ez az. Nem tudnak érdekelni, nem ám.